Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Nem látták még ilyennek a Dunát, alig éri el a 25 cm-t a folyó mélysége. Gyorshajtókra vadásztak, Tolna megyében 212 szabálysértőt fogtak a rendőrök. Székely csűr kismányokon, a régi kézműves szakmákat gyakorolhatják az odalátogatók. Folytatódik a Gólyavár feltárás, számos leletre bukkantak a régészek Dombóváron. Évtizedek óta nem volt olyan alacsony a Duna vízállása a Tolna megyei szakaszon, mint az elmúlt napokban. Gerjennél egy hatalmas homokzátony tűnt elő a mederből, amit még azok sem láttak eddig soha, akik gyerekkoruk óta odajárnak hűsölni. Az alacsony vízszint már a folyami kereskedelemben is fennakadásokat okoz. Operatőr kollégámmal jártunk a helyszínen. Látványos drón felvételekkel mutatja be Tanyó József videója, hogy mennyire alacsony a Duna vízállása Gerjennél. A tartós forróság és a csapadékhiány miatt az egyik korábbi homokzátony valóságos szigetté vált. A területre a helyiek és mások is szívesen járnak strandolni. Hagymás Károly már évtizedekkel ezelőtt is itt frissítette fel magát kisgyerekként. Azt mondja, ilyen alacsony vízállást még soha nem látott. A papunk, a lelkészünk az vigyázott ránk, mikor gyerekek voltunk. 30-40-en szoktunk le lenni a Duná, de nagyon jó volt az idő, amikor zsíros kenyérre lejöttünk, és egész nap itt voltunk a Dunán, és este mentünk haza. Nagyon jó volt, úgyhogy voltak ilyen zátony, de ezt az átonyra erre nem emlékszek, ez nem volt. Az alacsony vízszintet kihasználók arról számolnak be, hogy szinte a folyó közepéig lehet sétálni. Bementünk majdnem a feléig, és még csak körülbelül a mellig ért a víz. Ugye mivel nagy a sodrása, nem mertünk tovább úszni. Hajó úszik a Dunán, egyre ritkább az ilyen látvány az elmúlt hetekben. Vannak olyan teherszállítók, amiket már nem tudnak megrakodni, a sekély vízben ugyanis nem képesek közlekedni. Így az aszály már a folyami kereskedelemben is fennakadásokat okoz. Nem csak így drámai a helyzet. Budapesten a Duna vízszintjét augusztus 8-án még 100 cm-re mérték, 8 nappal később pedig már csak 70-re. Vagyis alig több mint egy hét alatt a víz 30%-a tűnt el a mederből. Ezt követően még intenzívebb apadás kezdődött, 27 óra alatt 10 cm-rel csökkent a víz mélysége. A fővárosnál, Paksnál és Dombariban pénteken 25 cm mély volt a folyó. Az előrejelzések alapján szombat reggelig még apad 1 centit, akkora viszont kiadós eső érkezik a térségbe, ami csapadékkal tölti fel a medret. Az elmúlt csaknem 2,5 évben az állattenyésztési ágazatot komoly kihívások érték. A koronavírus mellett a takarmány és energiaárak emelkedése, valamint a munkaerőhiány is nehéz helyzetbe hozta a gazdálkodókat. Az Agrárminisztérium a kihívások leküzdése érdekében számos szakpolitikai intézkedést hozott. Mutatott rá Juhász Anikó agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár. Az aszály miatt kiégett legelők arra kényszerítik a termelőket, hogy vásárolt abrak és tömegtakarmánnyal letessék az állatokat, ami drasztikus mértékű költségnövekedéshez vezet. Juhász Anikó elmondta, hogy a rendkívüli aszályhelyzetre tekintettel a gazdálkodók, azon belül az állattenyésztési ágazat megsegítése érdekében is 5 pontból álló intézkedéscsomagot vezetett be a szaktárca. Több mint 9500 gyorshajtót fogtak Magyarországon az elmúlt héten. A Roadpol Speed elnevezésű megmozdulás alkalmával Tolna megyében 212 sebesség túllépőt kapcsoltak le a rendőrök, akik közül ketten ittasan és engedély nélkül vezettek. Évente több ilyen szervezett ellenőrzést tartanak az egyenruhások, ezzel próbálják meg csökkenteni a balesetek számát. Fokozott sebességellenőrzést tartottak a rendőrök az elmúlt héten Magyarország egész területén. A Roadpool Speed elnevezésű akciója a legtöbb balesetet okozó gyorshajtás kiszűrése miatt jött létre. Egy hét alatt 9568 esetben intézkedtek az egyenruhások a sebesség túllépése miatt hazánkban. Tolna megyében összesen 212 járművezető volt, aki nem tartotta be a sebességhatárokat. Közülük 112 kisebb fokú sebességtúllépést hajtottak végre, velük szemben kollégáim helyszíni bírságot szabtak ki, illetve volt 46 olyan járművezető, aki nagy mértékben túllépte a sebességhatárokat, ő közigazgatási bírságot kapott, és 54 esetben pedig az objektív felelőssége alapján intézkedtek
kollégáim a további eljárás lefolytatására. Tolna megye útjain azonban két olyan gyorshajtót is elfogtak, akik nem csak a sebességhatárt lépték túl, de közben bűncselekményt is elkövettek. Ellenük büntetőeljárást kezdeményeztek az egyenruhások. Egyikük ittasan vezette járművét, és emellett vezetői engedéllyel sem rendelkezett, egy másikuk pedig bódult állapotban közlekedett, emellett eltiltották őt a vezetéstől. Meg is próbált elmenekülni kollégáim elől, de rövid időn belül elfogták, előállították, és őt már gyanúsítottként is hallgatták ki. Az elmúlt időszakban Tolna megyében három olyan halálos közúti baleset is történt, ami a figyelmetlen vezetésnek és a gyorshajtásnak volt köszönhető. A rendőrség arra kéri a lakosokat, hogy minden esetben tartsák be a közlekedési szabályokat, hogy mindenki hazaérhessen. Online ügyfélszolgálat indult a családtámogatások még egyszerűbb megismeréséhez, igénybevételéhez. Közölte közösségi oldalán a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Hornung Ágnes bejegyzésében azt írta, Magyarországon 2010 óta a gyermek az első, ezért az elmúlt 12 évben 3,5-szeresére emelték a családokra fordított összeget, és több új támogatást vezettek be. Arra is kitért, hogy a családok jelenleg több mint 30 támogatási formát vehettek igénybe, amelyekről immár videóbeszélgetésben is tájékozódhatnak. Az új szolgáltatás a család.hu oldalon, az ügyfél.hu menüpont alatt érhető el. A hagyományos technológiával, fából, ponyvás sáros vakolattal épült csűrt adtak át kismányokon. A helyiség pályázati forrásból valósult meg. Továbbá a régi kézműves szakmákat és egyben munkafázisokat mutat be egy állandó kiállítás keretén belül. Vándorlásban reménységem, ínségemben vágy kegyedem. Székely csűrt adtak át kismányokon. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége még 2021-ben nyert közel 4 millió forintot az Agrárminisztérium pályázatán. Ebből az összegből jöhetett létre a különleges hagyományőrző helyiség. Borona épület, tehát ez kimondottan figyeltünk arra, hogy hasonlóan készüljön a szerkezetileg is, mint ahogy Bukovinából láttuk, és ott lefotóztuk, illetve méreteztük. Úgyhogy ennek megfelelően épült ez az épület is, azzal, hogy ahogy említettem, szakmákat is egyrészt, másik az, hogy a közösség számára is bővítendő, és tényleg itt már különböző programokat tudunk szervezni. A csűr a hagyományos technológiával, fából épült, ponyvás sáros vakolattal. A régi kézműves szakmákat és egyben munkafázisokat mutat be egy állandó kiállítás keretén belül. Többek között az asztalos csizmadia, valamint a szűcs, és a jövőben pedig a kovács mesterséget is gyakorolhatják az ide látogatók. Természetesen van egy kis konyhánk is, ahol kemencét építettünk, kályhát raktunk, és ezt is egy ilyen kis otthonosan, gyógynövényekkel fűszerezve, hiszen régen ugye az volt, amit használtak, valamint ugyanúgy a szövőszéket, ugye az természetesen ide való, és az is itt megfelelő helyet kapott. Illes Tibor elmondta, hogy az épület lehetőséget ad elsősorban a fiatalok, és természetesen az idősek számára is, hogy otthon érezzék magukat és feltöltődjenek. A régészek július közepétől folytatták a 2014-ben kezdődött feltárási munkálatokat Dombóváránál. Az eddig talált leletek igazán ígéretesnek bizonyultak. Van egy ilyen új beásás, ami elvágta az egyik felet, és akkor most ezt dokumentálom jelenleg. Javában dolgoznak a régészek Dombóváron a 611-es út mellett található Gólyavárnál, hogy feltárják a 14-15. Században épült erődítmény teljes valóját. Az eddig feltárt leletanyagok a megyei múzeumba kerültek, tudtuk meg az igazgatótól. Itt ez már sokadik éve zajlik ez a feltárás, minden évben nyaranként ilyenkor közel egy hónapig, vagy akár 5-6 héten keresztül is fiatalok segítségével folyik ez az ásatás, és hát minden egyes ásatási idényben egyre többet és többet lehet megtudni erről a nagyon, egykor nagyon szép
hát több periódussal is rendelkező várról. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének munkatársai július közepétől folytatták a már 2014 óta zajló munkát az egykor Dombóvár határában álló épületnél, ahol idén is nagy mennyiségű leletanyagra bukkantak. Hagyományos régészeti feltárás mellett geofizikai vizsgálatokat is végeztünk a lőhely területén, továbbá kiegészítettük a már meglevő geodéziai felméréseket is. A geofizikai vizsgálatok során talajradarral mértük fel a hozzáférhető területeket, és így a várnak még az eddig ismeretlen alaprajzi részleteit is sikerült feltárnunk. A tervek szerint az ásatásokkal párhuzamosan a jövőben megkezdődhetne a terület műemléki állag megóvása, az önkormányzat pedig egy közösségi tér kialakítását tervezi a lelőhelyen. Jelentősen nőtt a napelemek iránti kereslet az elmúlt 2-3 hétben, mondta a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke. Kis Ernő közölte, 2021-ben Magyarországon a tagvállalataik, illetve más vállalkozások együttesen 35 000 háztartásba telepítettek napelemes rendszereket, illetve erőműveket. Idén viszont csak az elmúlt hetekben körülbelül 60 000 megkeresés érkezett a szövetséghez. Ráadásul a vállalkozásoknak is több ezer napelemes rendszerre van igényük, hiszen már évek óta piaci áron kapják a villamos energiát. Mindez pedig nagy leterheltséget okoz, ezért a szövetség elnöke biztos abban, hogy a nemrégiben jelzett igények megvalósításának egy része átcsúszik jövőre. Sebességmérő berendezésekkel növelheti a közlekedés biztonságot az önkormányzat Gyapán. A paksi település részen régóta okoz gondot a buszmegállóhoz való eljutás a nagy forgalom miatt. Közlekedésbiztonsági javítása érdekében gyűltek össze a szakemberek kedden délelőtt Gyapán. A település részen hosszú ideje okoz problémát az úttesten való olykor veszélyes átkelés. Erre kereste a megoldást a rendőrség a közútkezelővel és az önkormányzat illetékeseivel. Hát miután a településen nincsen se óvoda, se iskola, innen óvodás és iskolás busszal szállítják el a gyerekeket, tehát a gyerekeknek rendszeresen minden nap az úttesten át kell kelni, jövetmenet is, és hát ráadásul pont ebben az időszakban van a legnagyobb forgalom a faluban, és ezért kellene egy forgalomlassítást vagy figyelemfelhívást csinálni. Számos ötlet felmerült az egyeztetésen, mivel a zebra kiépítésére itt nincs lehetőség, így más forgalomlassító eszközben gondolkodtak a szakemberek. Abban lennék elégedett, hogy az iskolás buszok, amikor beérkeznek a buszmegállóba, hogy biztonságosan átkelhessenek a gyerekek, hogy ne kelljen a szülőknek félni attól, hogy netán baleset éri a gyerekeket. Erre keressük a megoldást. Az egyeztetésen részt vett Szabó Péter paks polgármestere szerint a jövőben bármilyen megoldást támogatni fognak. Úgynevezett trafiboxokat lehet telepíteni, például a két buszmegálló, tehát a település egyik és másik végén található buszmegállók elé, amely ugye arra készteti az autósokat, hát természetesen, akik mondjuk szándékosan szegik meg a szabályokat, hogy lassítsanak. A zebra nélküli átkelésre egyébként külön szabályok vonatkoznak a rendőrség szerint olyan helyen, ahol a gyalogosoknak a járművekkel szemben nincs elsőbségük, mielőtt az úttestre lépnek, kötelesek meggyőződni arról, hogy nem fogják zavarni az autós forgalmat, nem léphetnek az úttestre, ha a jármű már olyan közel van, hogy nem tudnak átmenni előtte, anélkül, hogy megzavarnák a vezetőt. A regionális híreinkkel megyünk tovább. Még pénteken is dolgoztak a tűzoltók Patacson, az erdőtűz újralobbanásától lehetett tartani. Közmunkaprogram Kelevízen egyre több embernek tudnak munkát adni a somogyi településen. Átalányadó ECHO más megoldások, választás előtt a katások. Csütörtökön késő estig dolgoztak a tűzoltók Pécsen a lőtérdülőben, ahol egy gondatlan szemétégetésből több ingatlant és egy erdőt is érintő tűzvész keletkezett. Baranya megye összes tűzoltóállomásáról riasztottak egységeket a gyorsan terjedő lángokhoz, melyeket végül sikerült körülhatárolni, a munkálatok pénteken reggel folytatódtak. Csütörtök délután 2 óra körül kaptak jelzést a tűzoltók, miszerint tarló égett Pécset a patacsi városrész északi dűlőiben. Azonnal 3-as fokozatúvá nyilvánították a veszély mértékét, majd a gyors terjedés az erdő és lakható ingatlanok közelsége miatt a legmagasabb 5-ös fokozatúvá emelték a riasztást.
Az önkéntes tűzoltó egyesületek a hivatásosok után néhány perccel kapták az értesítést, hogy szükség van a segítségükre. Más önkéntesekhez hasonlóan a Palkonyai csapat tagja is a munkahelyükről indultak útnak a helyszínre. Itt hatalmas területen lángoló tűz mellé érkeztek, ráadásul nem mindenki egy időben. Kis László, önkéntes tűzoltó, így emlékszik a tegnapi eseményekre. Én egy hivatási egységhez tudtam becsatlakozni, ugye segítségre ott is szükség volt, így azonnal megkezdtük az oltást tömlőkkel, lapátokkal, szikracsapókkal, és próbáltam érdeklődni a csapattársaimról, hogy ők merre lehetnek. Rádióforgalmazást hallgattuk, érdeklődtem a hivatásos kollégáktól, de senki nem tudott semmit. Igazából akkor terület volt, hogy lehetetlen volt átlátni a földről, hogy mi zajlik pontosan. Baranya minden mozgósítható fecskendőjét és személyzetét küldték, hogy megpróbálják megfékezni a tüzet. Városonként egy-egy tűzoltóautó maradt a laktanyákban. Mácsai Antal, a Baranya megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője elmondta, hogy az éppen uralkodó széljárás miatt a tűz óránként 30-35 km/h sebességgel terjedt. Segítséget kértünk a főügyelet útján, és itt több megyéből is kerültek kollégák, és elsősorban vízszállítók leriasztásra. Szerencsére az időjárás kedvezően alakult, és a koronaégés helyett egy normál, lassabb égést tért vissza, de este 7 óra körül sikerült a tüzet körülhatárolni. Vagyis a tüzet egy olyan területen tudták tartani, ahonnan nem tudott tovább terjedni és újabb területeket meggyújtani. Ezt a honvédség által biztosított helikopteres oltásnak köszönhetően sikerült órák alatt véghez vinniük. Oda dobták a vizet, ahova járművekkel, vagy pedig gyalog nagyon nehezen tudtak volna, vagy sokkal hosszabb idő múlva tudtak volna a kollégák eljutni. Tehát ez az egyik sarkalatos pont volt a 7 óra körüli időszak, amikor utána el is köszönt egyébként a helikopter. A kollégáink maradtak, és hajnali 2-kor még visszagyulladó és füstölgő részeket oltottak. Ezt követően ügyeleti tevékenység volt a helyszínen. Reggel 7 órakor érkezett a váltás, akik kipihenve folytatták az erdős terület vastagabb, átízott fáinak oltását, hogy egy esetleges szél ne tudja azt újra gyújtani. Őri László, a Baranya megyei önkormányzat elnöke a reggeli eligazításra érkezett, hogy megtekintse az oltási munkálatokat, és több csomagnyi ellátmányt adhasson át a tűzoltásban résztvevőknek. A Baranya Segít program keretében most a hajnali órákban megköszöntem Baranya megye nagy közössége nevében egy kis frissítővel, étellel, itallal, üdítővel a tegnap délután óta folyamatosan, szakszerűen és nagy odaadással dolgozó tűzoltóknak a szolgálatát és a munkáját. Őri László megerősítette a szakemberek intelmeit, miszerint az aszályos, esőmentes időszakokban fokozottan kell figyelni a tűzgyújtás szabályaira, mert azok be nem tartása ilyen katasztrófákhoz vezethetnek. Jól működik a közmunkaprogram egy kis somogyi településen Kelevizen. Kézzel készült kosaraikat már az egész országban ismerik, de készítenek női ruhákat, illetve hímzést is vállalnak. Dolgozik a hímzőgép a Kelevízi varrodában, közmunkában női ruhákat varnak. Szilvia már a kezdetektől itt dolgozik varrónőként, de időközben kitanulta a szabászatot és a hímzőgépet is tudja kezelni. Sokat tanultam, sok tapasztalatot szereztem. Gyorsan elröppent, ha így vesszük, hogy már 6 éve. Hát sok szép emlékünk van, még... nem csak tapasztalatot szereztünk, hanem ahova eljutottunk helyekre, ilyen fesztiválokra, azokon is szereztünk olyan embereknek a barátságát, akire nem is gondoltuk volna. A somogyi településen 2016-ban kosárfonással kezdődött a közmunkaprogram, majd a béléseket is itt varták a kosarakba, mára pedig már 2 hímzőgépet és több varrógépet is beszereztek. Március 1-től 2 hímzőgép állt be munkába, úgymond az önkormányzatunkhoz, mert úgy gondoltuk, hogy hozzá tudjuk kapcsolni, ha már itt van ez a rengeteg anyag és mindenféle, és úgy hozta az élet, hogy egy jó döntés volt ez a projektünk is, mert azóta szinte folyamatosan mennek a gépek, meg se állnak, sőt most már lehet, hogy egy harmadikon is el kell gondolkozni, és ennek mi nagyon, nagyon örülünk, hogy ezt így sikerült megvalósítani. Igazából véve
vannak ötletek, tehát az ötletek tárháza kifogyhatatlan, nekünk még mindig vannak ötleteink, jelenleg most 15 fővel dolgozunk, de terve van egy bővítés esetleg a következő évre, mert érkeznek olyan megkeresések, hogy valószínű, hogy további munkaerőt kell bevonnunk ezekbe a projektekbe, és most augusztus 1-ével pedig elindult 15 fővel egy kosárfonó tanfolyam ismét a faluba itt helybe, hogy az utánpótlást is tudjuk biztosítani a kosárfonáshoz is. A keleviziek büszkék a saját maguk készített termékeikre, az ország minden tájáról kapnak rendelést. Legközelebb Budapesten a Nemzeti Vágtán csodálhatják meg az érdeklődők portékáikat. Hamarosan el kell dönteniük a régi katásoknak, hogy milyen adózási formát választanak a jövőben, ha már nem lehetnek kisadózók. Sok tényezőt kell figyelembe venni, ami egyénileg eltérő lehet, mondja a könyvvizsgáló, aki szerint érdemes szakemberhez fordulni. Havi 500 ezer forint, a katásként ugye fizettél ugye havi vagy évi szinten 600 ezer forintot. Az most fölmegy 1.460.000-ra. Ha évi 12 milliárd bevételed volt, pedig fizettél 600 ezeret, most az fölmegy 3 millióra. Ezeken a példákon mutatta be stábunknak a könyvvizsgáló, mire számíthat az, aki a kata helyett az általányadózást választja. Pető Ákos azt mondja, vannak előnyei és hátránya is ennek a formának. Az általányadózás az, ami sok esetben a legkedvezőbb adózási forma tud lenni, viszont hogyha ezt a kataadózáshoz szeretnénk összehasonlítani, akkor a kettőt nem igazából lehet egy lapon emelni. Nagyon-nagyon sok kalkulációt kell végezni azzal kapcsolatban, nagyon sok a változó ezzel kapcsolatban, kezdve a költségátalánnyal, kezdve a bejövő pénzeimmel, kezdve azzal, hogy nyugdíjas vagyok, főállású, esetleg mellékállásban dolgozok, van-e személyi kedvezményem, van-e családi kedvezmény, ezek mind-mind figyelembe kell venni. Rossz hír azonban, hogy itt nem mindegy, milyen ütemezésben jön meg valaki pénze. Ha például minden hónapban 500 ezer forint valaki bevétele, akkor kevesebb adót fizet, mint aki két havonta kap 1 milliót, pedig az éves összeg ugyanaz. Az ilyen sajátosságok, szabályok miatt kellene szakemberhez fordulniuk az adózóknak a váltás előtt. Most az ECHON változtattak, ez kedvezményesebb lett, amit leegyszerűsítettek. Az alkotó tevékenységet végzők választhatnak. Kiemelném, hogy ez csak kizárólag cégeknek lehet végezni, tehát magánszemélynek nem tudunk ECHON tevékenységet folytatni, viszont hogyha én cégnek végzek ilyen tevékenységet, amit a törvényben leszabályozott módon leíródik, akkor lényegében a bevételem után 15% ECHON-t kell fizetni. És azt a 15% adót a munkaadóm, illetve az én megbízom fogja bevallani, levonni tőlem, és akkor én megkapom ezzel a 15%-kal csökkentett összeget, és lényegében így az adminisztratív terheim akkor nullára redukálódtak. Azonban feltétel, hogy a minimálbér utáni járulékot meg kell fizetni a dolgozónak. Az ECHON-nál nincs táppénz, a nyugdíjszámítás is csökkentett értéken történik. Végül nézzük főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Nem látták még ilyennek a Dunát, alig éri el a 25 cm-t a folyó mélysége. Gyorshajtókra vadásztak, Tolna megyében 212 szabálysértőt fogtak a rendőrök. Székely Csűr Kisványokon. A régi kézműves szakmákat gyakorolhatják az odalátogatók. Folytatódik a Gólyavár feltárás, számos leletre bukkantak a régészek Dombóváron. Szombaton, augusztus 20-án változékony időjárás várható. Erősen felhőségbolt lesz jellemző, felhőszakadásszerű eső kialakulásának is megvan az esélye. Vasárnap hűvös, szeles időre készülhetünk. A jövő hét első felében megmarad időjárásunk változékonysága, általában erősen felhős, illetve rövid napos időszakok váltakoznak majd. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!